Hello, sziasztok! Megint itt új környezetben, aminek van egy története, de ezt majd csak mindjárt mondjuk el. Addig üdvözöljétek Emiliát ismét sziasztok. körünkben. Elképesztő mennyiségű esemény történt. A kampány utolsó, 24. órájában vagyunk. Így van, tehát azért fontos leszögezni, hogy mikor ez a videó készül, akkor még bőven van időnk a, addig, hogy. Mi... Hogy nem tudjuk, mi lesz. Igen, tehát hogy még, még a. a rendszerváltozás utáni világtörténelem eddigi leggigantikusabb, legnagyobb tüntetése mondta magáról Magyar Péter. Még nem történt meg, úgyhogy erről még nem tudunk beszélni. Közben igazgatom a mikrofonot most. Na, csak nyugodtan. Új helyszínünk. Stúdiótechnikai okokból most ezt itt veszük föl. Zavart, Nei... hogy kit akar a mikrofon? Aha, Hadlásnak. lássanak, hadlás, hadd hadlás te is magadat. Köszönöm. Na, kezdjük. Fogunk beszélni a visszalépésről, fogunk beszélni csomó mindenről. Én a békemenettel kezdeném, ha már gigantikus tüntetések. Szinte hihetetlen már, uh, annyi minden történt azóta, pedig egy hete volt. Igen, még, pont igen, egy igen, igen, szombat szom, van, amúgy csak mondom. Igen, pont egy hete volt, és uh, annyi minden történt, hogy már teljesen lekerült a térképről. Na de beszéljünk róla, te ott voltál, mesélj, milyen volt? Én civil tudósítóként mentem oda, mint youtuber, ott mászkáltam, a, volt egy sajtóizgatolványom, és akkor ott mászkáltam kint a tömegben, és annyi volt, hogy igazából készítettem pár fotót, de nem ez a sztori, a sztori az, hogy, hogy is sokan voltak, tehát hogy a dajcsék jöttek a, a, hídon a békemenetet vezető zászlóval, és amikor lenéztem a rakpartra, akkor a tömeg vége még nem látszott a parlament előtt. Tehát, ilyen szempontból elképesztő mennyiségű ember tömeg volt, de én ezt ugye írtam erről egy cikket, amiben az ellenzéknek a tudományos, tudományos módszerével egy körbe rajzoltam a kis területeket, és megnéztük, hogy hányan vannak. Nekem 411 ezer ember jött ki, ugyanazzal a mérési módszer, amit ők használnak. Erre jött a lakmus és elmondta, hogy nem igaz, mert vargádám Ádám csúsztat, mert nem igaz, mert hogy nem lehetett ekkora tömeg, mert hogy, hogy nem ugyanannyi a sűrűsége a népnek ott, mint itt, és akkor egy csomó ilyen marhaságot elmondtak. Viszont nem, tá tehát az érvelésüket nem támasztották alá azzal, hogy nekem azért nincs igazam, mert, hanem csak annyit mondtak, hogy nem igaz, mert ilyen nem lehetett, és megállapították, hogy hányan voltak a békemeneten? Na, négyezren. Hetven, legjobb esetben nyolcvan ezer ember. Jó, de ez mindig egyébként, ez mindig, ez a 80, ez pont egy olyan szám, szerintem a legutóbben is ugyanezt mondták. Figyelj, én alapvetően utálok ilyen háborúkba belemenni, mert nincs értelme, mert az a baj, hogy annyi ilyen módszer van. meg ö, Ott voltam, de nagyon szellősen álltak az emberek, ezt bármelyik oldal, bármilyen tüntetésre lehet mondani. Kurva sokan voltak. Ennyi. Tehát azért, Ennyi. aki megnézi a felvételeket, látja azt, hogy. Hát milyen a drón nem készül, tud egybe felvenni. Igen, nagyon sokan voltak, én egyedül voltam, a gyerekekkel nem mertünk neki vágni az útnak. Ezért otthonról a tévéből néztem, és az élő kapcsolásban is az volt, hogy már mondták, hogy a tömeg eleje megérkezett, vagy a menet eleje megérkezett már a Margit szigetre, és a vége akkor indult el a Lánchittól. Tehát az, én azt hiszem, ez azt jelenti, hogy nagyon sokan, nem kell számokba belemenni, de nagyon sokan voltak. Ez egy, szerintem az eddigi békemenetek szintjét hozta. Tehát, hogyha, és akkor azért mondom, hogy akkor nem kell itt tippelgetni meg minden, elég azt, hogy azt mondjuk, hogy szerintem a stabil támogatók, azok, akik a békemenetre járnak, azok megvannak. Pottyondi eddig elmondta, hogy 40 ezeren vannak. Hogyne, igen, négy ezeren. Meg, de tök van, hogy, ez, hogy ez, emlékszem, amikor volt a Magyar Péternek is ez a nemzetmenete, vagy mi, milyen ilyen nagyon kreatív elnevezést adott neki, hogy akkor is mi, mi arra beszéltünk, hogy felesleges megtippelni, sokan voltak azon is. Te azon is láttad, hogy sok ember van? Ennyi. Nem, tehát hogy, hogy hogy az ilyen állandó harcolgatás azért, hogy bebizonyítsák, hogy de nekünk nincs igazunk, és hogy valójában szégyeljük magunkat. Hát ha már a lakmus is ráugrott erre, amúgy nem mellesleg azért, néztem a, a Google statisztikákban ezt a cikket, csak, csak, két nap alatt 160 ezeren olvasták, hát persze, hogy ráugrottak, hát ez nagyon fájt nekik, hogy, hogy most az ő módszerük kellett kiszámolni, ez nekik nagyon fáj. Úgyhogy Hát ennyi, na, ennyit a béke, mert baromi jó volt szerintem, maga az az óriás tömeg, és, és nem az, hogy mit tudom én, milyen, milyen ilyen, ilyen, hülye rigmusokat hallottál, hanem csak simán tényleg volt egy felvonulás, ahol az emberek konkrétan azért, mert is mit írt meg az, a, a politikó, meg a brüsszeli pravda. Ezrek, figyelj, ezrek tüntettek Orbán Viktor mellett. Ezrek, ezrek, hát technikailag ezrek, jó, oké. Okay. Uh, ennyi. Na de van más is, hát ugye Budapesten nincs Fideszes-jelölt Szent király Alexandra tegnap visszalép, Vagy tegnap. Ez tegnap, már izgalmasabb. Ez igen. frissebb, de már na, ez is mindjárt lekerül akar, a akarom, igen, Hát akarom ezzel a felvetéssel, <laughs> na, vagy, na, kérdéssel indítani először is, hogy most tényleg az, azért is kell erről beszélnünk, hogy ne ígyék azt a, a nézők, hogy ez egy ilyen, tehát hogyha, hogy ilyen cinkosnak érezné magamat abban, hogyha nem beszélnénk erről. Téged meglepett ez a visszalépés? engem biztos ne, egyáltalán nem lepett meg. Az, hogy Szent Király, nekem volt egy, hogy mondjam, biztos voltam benne, hogy mindenki mér. Mindenki mér. A, a Fidesz is mér, az LMP is mér, még az MSP is mér, be nem tudom, van-e mit nekik, de mindenki mér. Szóval a karácsonyék is. És azt szerintem biztos, hogy mérték, hogy ki a népszerűbb, Szent Király, vagy Vitézi, vagy ilyesmi. Biztos voltam benne, hogy valamelyiküknek vissza kell lépni, mert ezt, ezt így nem fogja tudni behozni. Engem ez ilyen szempontból nem lepett meg, és nem fogom azt mondani, hogy úristen, meglepett. Az, hogy Szent Király, az talán egy picit, az hogy, mert én nem látom úgy ezeket a méréseket, nem láthatom, de annyira feltétlenül nem lepődtem meg ezen. Az, az, hogy az utolsó pillanatban, az, én azt hittem, hogy ezt hamarabb megértszek, de így az utolsó pillanatra már nem számítottam. Én nem tudom, én, én onnan indítanám az egészet, hogy 2019-ben, még, a, még mielőtt kiderült, hogy ismét tarlós fog indulni a főpolgármester címér, mert már elkezdtünk szervezkedni, hogy milyen jó lenne, hogyha a Vitézi Dávidot esetleg uh -huh. a Fidesz alkalmasnak tartaná arra, hogy mert hogy egy ilyen okos csávó, meg akkor, akkor még egyébként jobban pozícióban volt, tehát 2019-ben még úgy... Én azt sem tudtam most, hogy ki ő, Na, Tehát, hogy, hogy alapvetően ő akkor egy ilyen népszerűbb figura volt, és szerintem nagyon sokan ismerték Budapesten. És akkor Ebből próbáltunk egy ilyet elindítani, hogy na akkor legyen a Vitézi a jelölt, természetesen nyilván nem, nem sikerült, de hogy, de hogy nekem például az ilyen um, rajongásom, vagy legalábbis az ilyen figyelmemet már nagyon régóta felkeltette. És én nagyon bíztam benne, hogy, a, hogy ebben az öt évben abba az irányba fog elmenni a, a, a politika, hogy a Vitézi Dávidot majd jobban. Be, bevonják az ilyen budapesti döntésekbe is. Egyébként a Fidesz nem, eb, nem ebbe az irányba indult el, ha meglátjuk, hogy vagy megnézzük azt, hogy a kormányzatban is hogyan bántak vele. Most ez e, semmilyen, nem, nem, tehát ennek most nincsen ö, prioritív értelme, mert nem, tehát, hogy nem minősíteni akarom, csak az, hogy, hogy nem, nem volt, tehát nem, nem, úgy tűnt, mint hogyha ő a Fidesz által kedvelt nem tették a középpontban, van. nem igazán foglalkoztak. Hát hát és amit akart ő csinálni, azt úgy gáncsoligatták is, meg úgy aztán ugye, amikor Lázár János alá került volna be, akkor végül nem is került be, úgyhogy mi szóval az egész egy, ilyen, egy olyan, hogy nagyon akkor ezt elvesztettük ezt a reményt. És aztán most 2024-ben, amikor nem volt a Fidesznek főpolgármester jelöltje, mert azért egy elég nagy Káoszt láttunk egy darabig. Hát és mennyi, március, áprilisig nem volt? És persze. minden héten már erről beszéltünk, hogy, hogy jó, és amúgy lesz johát, még itt valami. tehát, igen. tehát az egy nagyon káoszos időszak volt. Üh, és akkor én nagyon reménykedtem benne, hogy a Fidesznek hát, ha és nem. És egyébként a Fideszes jelölt Szent Király Alexandra volt. Tehát, hogy szerintem Szent Király Alexandra illeszkedik abba a Fideszes politikába, meg abba az elképzelésbe, ami, am, amilyen egyébként a, a, Fidesz maga. Úgyhogy én, én ilyen szempontból én azt hittem, hogy, hogy nem, vagy én azt hittem, hogy azért nem fogják visszajutatni, mert hogy Szent Király Alexandra pont olyan, mint egy Fideszes jelölt, és egyébként a Vitézi Dávid meg nem olyan, mint egy Fideszes jelölt. Nem, ez, ez az egyik a másik, meg ami szintén érdekesebben, hogy mindig azt mondja, hogy te hogy lehetsz fideszes, így meg úgy, ezt az ellenzéki szavazók rendszeresen megkérdeznek. Nálam a Fidesznél, meg bármilyen politikai pártnál az számít, hogy gazdaság, külpolitika, és amúgy a, a, a különböző olyan irányok, amik politikai irányok. Tehát engem ez, ez érdekel, beruházások, stb. Az, hogy most a kiskunfélegyháza külsői fideszes politikus mit csinált, vagy hogy borkai kit meg a jakton, engem ezek annyira nem tudnak eltántorítani attól, hogy én Szijjártóban csalódjak azért, ahogyan tárgyal. Most mondtam valamit. Az, hogy Budapesten az, hogy karácsony, nálam már én ott tartok, hogy karácsony Gergely vagy nem karácsony. Ha Szent Király lett volna, én annak örülök, oké. Okay. De hogyha vitézi van, és ezáltal ezek a rohadt, undorító intézkedések el megszűnnek, én annak is ugyanúgy fogok örülni. Tehát neki... mert itt, ahogy mondjam, az, hogy... Jó, de annak is én örülné, így... hogyha mondjuk a mi hazánkos nyelven? mert ugye egyébként van még egy mi hazánkos jelölt, és ez hogy... Mm -hmm. Na, a, a, ott, ott már nálam azért rezeg a léc, a mi hazánknál, mert... Ameddig, ameddig nem csinálják ezt a nagyon szélbalos narratívát, amit mondjuk a karácsonyék, addig nekem még talán, még, még ott is el tudnám ezt fogadni. Nyilván ott azért, mert ha választunk el mi hazánk, vagy karácsony, értelemszerűen a mi hazánk, de nincs ilyen választási lehetőség. Budapesten, hogyha a mi hazánk megnyeri a választást, ha Budapesten mi hazánkos főpolgármester lesz, akkor szerintem egy olyan világnak nézünk elébe, vagy olyan világ van már mögöttünk, amiből nem biztos, hogy most sokat akarunk beszélni. Igen, um, szóval, hogy ez egy. Ez egy komoly dilemma, és engem nem, engem nem kell győzködni, hogy Hanfettőn is úgy voltam vele, hogy főpolgármester választáson majd a Vitézire fogok szavazni, még akkor is, hogyha lett volna a Szandi, és egyébként listán szavaztam volna ugyanúgy a Fideszre. És uh, biztos egészen tegnapig, én biztos voltam benne, hogy itt nem lesz már semmilyen lehetőség Ugyanígy. arra, hogy fél igazából jó, karácsony marad, Demszki kettő, tehát ő is húsz évig lesz majd főpolgármester, nem érdekel, akkor ez van, megszokom, de amikor egy héttel ezelőtt volt a partizános vita, Hát ott a... karácsony, karácsony, mint egy, mint, egy, szégyelte magát, mint egy óvodás halud. Így nézte a köldökét, hogy ott le lett iskolázva. Tehát, hogy, a, hogy, én akkor láttam először azt, hogy nem, nem egy politikai vita volt, mert nem, vagy nem csak egy politikai vita volt az, hanem szakmai érvekkel. De olyan, hogy hát megérkezik a csávó, most a vitézjel veszek, hogy megérkezik egy ilyen stóccal, nem tudom, egy kö... írt egy könyvet, amiben a nem tudom... De... Programpontoknak hívd, de... könyv. Ugye, ugye, mi már erről beszéltünk, hogy... Tehát, hogy 166 egy, egy kicsit oldal. Őrült. Tehát ez szerintem ez egy kicsit őrültség, de valahol közben milyen jó, milyen jó lenne, nem? Hogyha, hogyha igazából mindenki, mindenki, ennyire őrült lenne, aki, aki mondjuk városvezetéssel akar foglalkozni. Tehát Megérkezik... a fűszál iránya is megvan Igen, benne határozva. Igen, oké, de legalább van egy víziója, érted? És akkor így azt mondja, hogy, hogy nem tudom, már most nem biztos, hogy pontosat mondom, hogy jó, de és akkor főpolgármester úr azt mondod, hogy te támogatnád ezt meg ezt, ezt mondod, akkor ez itt a te aláírásod, ezen meg ezen a papíron, ami ami meg egyébként megerítél? Hát és akkor tudod, ez, tényszerű... ez, ez olyan profi volt, hát úgy össze volt rakva, hogy én mondtam, és néztem, mondom. És amikor, ja, amikor hozta a, a, a BKV-n a hajléktalanok számaszát, -e. nem tudom hány száz esetből, mind az összes esetre rendőrt hívtak. Ez a megoldás, rendőr a hajléktalan problémák. Tehát Azért, azért ott rendesen, és Karácsonyit lesüti, és néző, akkor Igen. most mi van. Mert az amúgy, ez amúgy ne, ez ciki volt ott. Igen, és hogy, de hogy, hogy, nem arról szólt, egyetlen, egy vagy talán kettő utalást leszámítva, hogy na akkor karácsony egyelő gyurcsány, miközben, ha bárki megnézi azt a vitát, hát a, én ilyet, na mi, szóval karácsony Gergely egy az egybe úgy beszél, mint Gyurcsány Ferenc. A, ne, mindenki nézze meg, gesztikulációi, minden, ahogy a mimikája, ahogy hangsúlyoz, mert ezek hiányoztak, hogy Lári, Fári, Dávid, hát ez, de, de tényleg minden teljesen elgyúcsány. Nyilván azért, mert valószínűleg ugyanaz a stáb képzi ki őket, persze, meg akom, hiszen ők egybe fortak, ami, ami, most megint nem egy ilyen fideszes agymenés, hanem ők összefogtak. Összefogtak, hát nem viccet, ez csak simán, egy csomó mindenki összefog. Tudod ki beszél még úgy, mint Dobrev Klára? most a, a gyurcsány vonalra gondolok, a csekatka, ő is ugyanúgy beszél, és Osvárd Zsolti ő is ugyanazt Ne, 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 de látszik, hát ne vicceljünk, ő a gazdag ember bogos Tehát ő a DK vloggere, hallod ilyen szempontból. Annyira, Klára, van valami, ami kiderül, hogy te nem tudsz, vagy nem, te nem vagy tökéletes? Tehát hagyjuk már olyan csúszás, mászást, én még életemben nem de most ne zsoltizunk. Igen, de hogy, de hogy alapvetően, hogy, hogy tényleg az van, hogy, nem erről szólt, és nem, nem azt mondta, hogy jó, oké, a karácsony, te gyurcsány vagy. Nem vagy, karácsony, te vagy bébi gyurcsány, ahogy ez a az, az egész kampányban. Hát meg. egyébként, milyen találó? jó, karácsony nagy örömöt óvodás, ezt tegyük hozzá, de... Abszolút, bár ki abszolút. Mondod, hogy alkalmatlan vagy én mondjam? De egyébként alkalmatlan, de tényleg az. És, és, és most már nem csak az van, hogy ez előfeltételezzük róla, hogy alkalmatlan, mert itt volt öt évig, és alkalmatlan. És uh, tegnap kimoltunk a Szelkámán téren, uh, utcaemberét forgattunk, és akkor az volt, hogy olyan jót mondott az egyik néni, azt mondta, hogy Karácsony Gergely az olyan, mintha nem is lett volna. Hogy mm. tényleg olyan, és ez tényleg olyan, hogy ez az elmúlt öt évben, mintha nem lett volna gazdája Budapestnek, mintha nem is lett volna, és hogy egy nagy nulla, tehát ezt is hozzátette, hogy egy nagy nulla, hogy tényleg olyan, mintha ez az öt, öt év, ez, ez, az egy helyben toporgás. A befejeződtek azok a projektek, amiket ugye a Tarlós elkezdett, vagy már, vagy már beütemeztek előre, ezek befejeződtek, de semmi, egy, egy, egy azon kívül, hogy felfestette a, a biciklisávokat, nem tudsz semmit elmondani. És ilyen nincs, hát ez nem lehet. Elfogadtál te útzemberét. Hát így merre jártam. És te voltál a riporter? De, de hogy én voltam. Azt hittem, már te voltál. <síns> akkor, akkor elbeszélgetünk <síns> itt majd a <ha> leállak. <síns> nem úgy, az érdekes lesz. Na, jó, nagyon jó volt, kimoltunk a téren utcaemberét forgatni, és uh, ugye választások előtt voltunk tegnap két nappal, tehát péntek délután, mm. és megjelent Gyurcsány fel. Jaj, <laughs> mert ugye arról ott... küldted nekem a fotót, és értettem, hogy hogy igen, igen, Szegény találkoztam, Feri találkoztam, találkoztam Ferivel, igen, mert az volt, hogy mindenki kim van, ugye, tehát ez az utolsó napokban a kampány, ez tényleg arról szól, hogy kim vannak az utcán az emberek, emberetlen Orbán is azt mondta, hogy most egy millió emberhez kell eljutni, meg minden, tehát, hogy ezek az utolsó napok, ezek a legdurvábbak, és, Des, és, hát ez... és, Feri, és éppen fegye is kint volt, fegye is kint volt, és így éreztem rajta, hogy Rettegünk. rettegünk. Rettegünk, de tényleg, Retteg... mert fegy a és tényleg az volt, hogy mindenkire próbálta rátokválni a momentum szórólapot. El, el, előtörtek a francia gének, amikor még csak a Macronnak vitte be a papírokat, Fú, tudod. egyébként, jó, Nehéz úgy beszélni, hogy holnap már meg lesz az eredmény, szóval ebbe kö, könnyen bele lehet futni nagy pofonokba, de hogy alapvetően úgy örülnék, hogyha a momentum kiesne. Nem, ne, jó, most kanyarodjunk át az egész Magyar Igen. Péter helyzetre, mert itt volt egy ATV-s beszélgetés Magyar Péterrel, ami, ami szintén szignifikáns, de mielőtt ez megtörténne, én bekapcsolom a hátsó lámpát, amit elfelejtettem. Hát sokat hozzáadott a hát ez már is sokkal jó. Na. Jó, Magyar Péter, ott tartottunk, hogy tegnap volt, ez, ez nagyon hosszan, most még ezt elemezhetjük egy darabig, de tegnap volt egy ATV-s beszélgetés, ahol Szörösi György itt konkrétan nem az, hogy ilyen-ilyen vissza, ahogy hogy nem vissza-vissza szólogatott, vagy ilyesmi, hanem lealázta, de olyan szinten, olyan vállalhatatlan én nem is tudom, milyen stílusban beszélt, de elkezdte magyarázni azt, aki nem nézte meg, az nézze meg, hogy a, az ATV-t azt Rogán fizeti, német Sándort Rogán fizeti, talán az ötöt, Hontékat és Rogán fizeti, Igen. és hogy miért nem hívták meg, és mondja, mondja György, hogy de hát itt van a még meghívtuk rendszeresen, stb. És az nem igaz, az Nagyon nem igaz. Sokszor hát hívták a meg. ultrahangos király Tomi konkrétan kiírta azt, hogy ő rendszeresen kereste, és soha senki nem válaszolt, a sajtósuk még be se akarta őket engedni az eredményváróra. Szóval azért, hogy mondjam, ez, hogy minket nem hívtak meg, nem hívtak meg, ez, ez oké, okay, hogy a, szav, a, saját közönségének ez működik őket, lehet hűíteni, de ott van a pap... Tehát mit csinál Magyar Péter akkor, hogyha az ATV fogja kirakni azokat a megkereséseket Igen. a képernyőre, Tíz perc, itt van, nézzétek De meg. De akkor ennyi. is van valami kifogása, tehát, hogy nem tudsz, nem, egyszerűen, ma, én ezt korábban is mondtam, mert nem fog rajta a golyó, érted? Tehát, hogy nem érdekli. Tehát, hogy Igen, tehát egy, ignorálja. ilyen, egy őrült, egy őrült bármiből kijön. Tehát, hogy tök mindegy, mi, hányszor meg hogyan, hogyan lősz vissza rá, meg egyéb. Tehát, aki megnézi ezt az ATV-s szereplést, meg van bolondulva. Tehát, hogy és nekem egyébként az a teóriám, hogy uh, ugye a Szentkirály visszalépésével volt egy nap a magyar politikában, amikor mindenki karácsonyjal, meg Vitézivel foglalkozott, meg meg nem magyar Péterrel, és ezért ő teljesen nézi. <gülzott> Mert nyilván, amúgy neki őt ezért én szerintem ez egy nárcisztikus uh, pszichopata vagy szociopata, tök, akinek ami tetszik. Uh, és, és, és ez egy... értékítélet? Abszolút. <laughs> tehát ez nem, nem normális, és tényleg, tényleg, tényleg nem az. Félelmetes, ne viccelj már. Félelmetes, igen, a, amit a futó bogival leművel, a hírtévének a, a riporterével. Hát a tömeget ráúszítja, hallod. Konkrétan a tömegből és mutat rá, hát ne viccelj, tehát milyen igen. az, amikor egy felhergelt tömeget így ráirányítasz valakire? Láttuk, hogy nézett ki a Tatabányai étterem, vagy az a. Jó, ja, tényleg az is, hogy nem, tehát egyszerűen, de ki, normális ember csinál ilyet? Tehát ilyet, de ilyet nem csinálsz. Tehát ő annyira megrészegült ettől a kvázi hatalomtól, mert hogyha van ott, tehát van ott ezer ember, az óriási kárt tud csinálni, és akkor most képzeld el, szerencsétlen Bogi egyedül egy lány, és akkor még, még, ott, ott áll, és most mihez kezdjen ott nem tudom hány ezer emberre, akik ott állnak rajta, vagy hány, tök mindegy mennyi. Tehát ez, ez ilyet, ilyet nem ért ilyet politikus, nem csinál. Oké, okay, hogy pózol a róla készült plakátokkal, meg oké, okay, beleáll ebbe, én ezt elfogadom meg, így oda de amikor a tömeget úszítja. Emberileg, emberileg hulladék tehát szerintem. Nem, nem, nem tehát érzi én... annak a súlyát, hogy ez, ez mihez tud vezetni. Tehát igen. nem érzi, eddig ilyet senki meg, nem mert. Meg, Még a mocskos szájú pottyond sem. Igen, meg itt van ez a Karsai Dániel. Tényleg ez egy nagyon szerencsétlen eset, ami vele van, aki eutanáziát kér, kér, igen, igen. Kér. Nagyon durva látni, hogy milyen emberi sorsok vannak, őszintén sajnálom egyébként. Persze, azt, le, tehát tudata, teljes tudatában van, de le van bénulva a teste. Igen, hát ez, 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 borzasztó, egy... persze, és ő ezért kére utána hogy méltósággal hát, tudjon elmenni. Igen, igen, meg hogy igazából ő most már azért küzd, hogy, hogy Magyarországon legalizálják, vagy elérhetővé tegyék ezt a uh -huh. ezt az, a, igen, passzív eutanázia. Nem, elérhető? a passzív eutanázia az létezik az, amikor, meg, amikor az orvosi kezelést visszautasítod, és akkor így hagynak meghalni, ez a passzív eutanázia. De ő aktívat kér, hogy beadnak egy szurit, vagy jo, ami, oké, akkor ezért küzd, hogy be ezt meg kapassák. Igen, igen, és egyébként találkozott a köztársasági elnökkel is, és akkor ugye a köztársasági elnök mondta, hogy nem, tehát, hogy nem, uh -huh. izé, mi, mi, lényeg az, hogy ő egy ilyen eutanázia, aktivista, Mind, mondom, mindeközben nehéz erről beszélni, mert egyébként rettentően sajnálja az embert. Nem? Ne, nem, tud, ilyen... nem tudod azt mondani, hogy most igen legyen, vagy ne, ne legyen. Kosi Kristóf mondta a múltkor, hogy azzal, hogy ezt legalizálod, ezzel egy orvost arra kényszerítesz, hogy embertől jön. Tehát, hogy, hogy érted, akkor most ki az, aki ezt... és ja, Aki ezt... az abortusztel is uh, ugyanez a helyzet. Most igen. ezt, ezt, ne, ezt ne, ne nyissuk ki. Hú, de hosszú lenne, nincs igen, igen, mert ez nagyon hosszú lenne. I igen, én is értem, de ettől függetlenül, amikor szemtől szembe látsz egy ilyen helyzetet, nem tudsz érzelmek nélkül, ó, tehát nem tudod azt mondani, hogy ne, vagy én, én legalábbis én úgy vagyok valahogy, amikor látok vele, láttam vele egy riportot, meg láttam, hogy mennyire leépült, és hogy mennyire szörnyű lehet ilyen szenvedve élni, és egy ilyen... Úgy, hogy egy ilyen borsz... tudja, hogy mi van körülötte. Igen, tehát, hogy, hogy, nem én is, azt én hogy... is azt mondom, hogy, hogy meggyengül ebbe, ebbe, az embernek a szíve, még akkor is, hogyha egyébként az erkölcsi érvek mentén, én is azt mondom, hogy ne, ne lehessen eutanázia, mert, mert nem, tehát hogy így van, a, akár ne, az orvosok miatt is, meg ez, na, ez nagyon, mutat, sok, ez mutat. nagyon sok kérdés kinyitna, igen. És akkor itt van, ez a, itt van ez a csávó, aki küzd a saját ügyéért, próbál belekapaszkodni politikai mozgalmakba, akik meg pillanatokig felkapják őt, tehát a Momentum, ugye a momentum az egyetlen, akik mondták, hogy na hát akkor mi is, és akkor támogatjuk, és akkor nyomjuk. Ah, Semmi, nem azért, de nem azért, mert amúgy valójában így gondolnák, hanem azért, mert politikai szavazatokat remélnek belőle, mindegy, és akkor, hogy a csávó üzent a Magyar Péternek, a, hogy mondja meg, hogy kire fog szavazni a főpolgármester választása, egyébként ez egy jó téma még, és akkor ezzel, ember, ezzel szembestették tegnap az atv és akkor, érted, a holdoklóba is belerúgasz, hogy a hogy Dániel, nekem ne üzenget, vagy valami, tehát valami ilyes volt a Nexus, és akkor utána így mondja, hogy nem szerettem, ha üzengetnek nekem, és egyébként is ő most már a Momentum-szekerét tolja. Hát... Jézusom, de nem, te... ilyen, a, ilyen totál az alja, hogy lehet, hogy... Tehát miért se... kell így te... viselkedni? És mondom, még a hajtoklóba is képes belerúgni. Nőkbe, mindenkibe, aki gyengébb nála. De, igen, azt, ezt ismert, De az a durva ebben, hogy ugye még, még, az összes ilyen, ilyen momentum, meg az ilyen a... <laughs> szakadék politikusok is <laughs> felismerik azt, hogy diplomácia, tehát ez diplomáciának kívül, hogy nem kéne ezt azért így, ilyet nem, de Magyar Péter annyira megrészegült ettől a hatalombájtól, meg attól a tömegtől, ami általában körülbeszélt, a ez az ilyen Charlie-angyalai effektus, hogy ott járnak körülötte, mint a bodyguardok, a hívek, hogy ő úgy érzi, hogy bármit és az a durva, ez egy Alinsky módszer, hogy ő leírta a radikálisok 12 pontjában egy könyv, hogy hogyan lehet egy hatalmat megdönteni. A könyv azzal kezdődik, hogy emlékezz, a történelem első lázadója egy királyságot kapott ajándékba. A történelem első lázadója, Lucifer, köszönjük, jó, oké. Okay. És ott le van írva, nem tudom, hetedik pont talán, hogy Mindenkinek azt mond, amit hallani akar. Hidd el, a buborékok úgysem kommunikálnak egymással. És Magyar Péter szektájában, én benéztem tegnap a, a Facebook csoportjába, és látom, na ez volt az egyenes beszéd, jó megmondt, és, és, és üdvözölték azt, amit ott hallottak. De, De ezt egy normális bár... ember megnézi, ezt a beszélgetést, és erre nem lehet azt mondani, hogy ez... Jó, megyünk tovább. A, ha ismeritek a The Boys, nem tudom magyarul, hogy hívják most a sorozatot, ott van benne Homelander, hazafi a csávó konkrétan átmegy ilyen, nem, már full pszichopata, tehát a, a városra csapja ki, meg, meg a, meg mit csinál, így az alakváltó szuperhőst megkéri, hogy változzon ő magává, és akkor magával fekszik le. Tehát ennyire, ennyire pszichopata csávó. Igen, és ez emlékeztet téged magyarul? Hát eddig az amerikai pszichóra gondoltam, de most már nem, most már Homelander, és teljesen rendesen a mimikája úgy rángat az arca, és én emlékszem arra, amikor, amikor Homelander ott vitte a fiát valami rendezvényre, és akkor ott éjjeneztek neki, majd volt valaki, aki ott beszólt, vagy össze meg is dobta őket, és fogta a home lender, oda ment, és lézer szemmel áttett, kinyírta a csávót, és akkor a tömeg így elhallgat, hallgat, és akkor éljen, é, é, éljen, és, és így ilyen expanziálisan elkezdték éjjenezni a szemük előtt ölt embert, de megítélték, hogy megérdemelte. És most Magyar Péter nem ölt embert, nem is akarok erre utalni, de az, hogy ő az, ő a Fideszes, ő az, ott az a Fideszes étterem, ott a Turul, mmm. És az emberek, I igen, ez nekünk szabad. Igen, igen. megengedte, mehetünk. El, tehát, hogy tudta? Tehát még a DK-nak sem sikerült, és ez nagy szó, ilyen gyűlöletkampányt összehoznia, de ami jó hír a Magyar Péter érában, hogy a Momentum legalább úgy látszik, hogy kiesik igen, az rp ből Abszolút, igen, tehát van nyilván hozadéka is, meg a DK is nagyon-nagyon meggyengült. Tehát ez Persze, ennél soka... szegény Feri, hogy miért Ami, Amilyen érdekes, és egyébként ez a szerencsétlen Karsai Dániel is mondom, Szóval nehéz, de hogy ő is ugye erre világított rá, hogy mondja ki, hogy kire fog szavazni a főpolgármester választáson. Mert olyan nincsen, hogy, tehát, hogy valamit, valamit mondania -e kéne. És egyébként arra vagyok kíváncsi, most ugye ott lesznek a hívei a tüntetésen, na, esetleg egy újságíró meg is kérdezhetné őket, hogy ők kit támogatnak. Mert hogy ugye, a Karácsony Gergely támogatják, akkor elvileg a Kék Fideszt támogatják ezzel, aki ellen most összefogtak. Nyilván, ha vitézit akkor azzal a Fidesz, de ugye, nyilván, tehát, hogy Kíváncsi vagyok, hogy egyébként milyen anomál... Elmondom, hogy mi van, 99% Karácsony Gergely támogatja. Tehát, hogy ezek az emberek, egyébként nem rakják össze, hogy akit, hogy a, messiásuk, Magyar Péter kék Fideszezi, meg, meg, meg úgy a dk meg gyócsák, meg minden, de hogy egyébként alapvetően ö, van egy ilyen, nem? egy ilyen, Egy ilyen, egy ilyen logikai bukfencebben ebben az egészben. Kire gondoltál, amikor arra utálta, valaki megkérdezhetne, Azt hittem, hogy... Rád. Ja, jó, oké. Okay. Elvileg te mész el. igen, elvileg én megyek holnap. Ma, ez ma ez basszus. Ma, ma. ez ma, Oh, basszus, ez, ez pár óra. Órák mert... múlva. Tényleg amúgy én eljöttem, mert a kérdéseket, tök aranyosak lesznek. Én, én te, nem, egyáltalán nincs szándékom próbálni. Tényleg érdekel, hogy ezek az emberek mit gondolnak, vagy Uramisten, mit várnak egy EP választástól? Most olyan kommentek jönnek, hogy bukni fogtok, mehettek, nem tudom, a... ember, ez egy EP választás. Arról meg nem is beszélve, hogy ugye egy EP választáson, még akkor, hogyha ilyen 25-6 százalék körül érne el a Tisza, ugye alapvetően az egy, az egy jó, az egy, tehát ugye az ellenzéki képesség, az persze. egy nagyon, az hát egy nagyon erős, párt, így van. Nincs ellenzéki párt, aki ennyit elérte EP választáson igen. még. De hogyha úgy nézed, ez sok. Kapnak 4-5 négy, 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 képviselőt? 5 képviselő, 6, 6, 6, sok, és akkor nem tudom, 700 mennyi képviselő van az LP-ben, tehát hogy sok, 5-6, érted? Még a Fidesz egy... 10-15 helyese sok, lenne sok, tehát még a, ha a Fidesz elvinné az összes ha 20 Ha a Fidesz helyet... 20, 21, nem. 20, nem. 21, jó. Hogyha elvinné a 21 helyet, még az sem lenne, az perdöntő. sem lenne, hogyne, hogy ne, tehát hogy most ezzel nem, nem bagatelizálni akarjuk az LP választást, mert el kell menni, szavazni kell, mindenki mondja de a mit várnak tőle? Igen, de hogy, de hogy ettől nem fog megbukni Orbán. Tehát hogy, tehát, hogy, az, hogy ők kiküldenek négy vagy öt képviselőt az LP-be, az nem fog megbukni Orbán. Szerencsére, de legalább hozzájutatnak ők, hozzájutatják az embereiket havi 8000 euróhoz, plusz napi 150, for... 150, euró költőpénzhez. Tehát ez e, e, erre tök jó, mert ugye ott van köztük a Na hát a, a Meta, tehát a Facebook anyacégének a jogtanácsadója. Na hát, és akkor erre mondta Hont, hogy milyen érdekes, hogy Magyar Péter több lájkot kap, mint Taylor Swift. Yeah. <laughs> és, és, tényleg, na hát... Uh, it, uh, mi is fejtegettük az algoritmus, most, most mi ebben nem nagyon menjünk bele, de hogy alapvetően azért neki van egy ilyen... Uh, előnye, hogy Magyar Péter ugyanis a privát Facebook oldaláról posztol, és ő nem oldal, tehát igen. ő nem egy oldal, hanem ő egy privát Facebook oldal, akit lehet követni, és ugye alapvetően az, meg hogy... ismerősnek jelölni, meg igen. Igen, ugye a Facebook ugye az oldalakat már csak úgy nyomja, hogyha te hirdetsz rajta, tehát ez most már nagyon egy ö, ilyen, tehát tök mindegy, hogy van egy oldalnak mondjuk, mit tudom én, 800 ezer lájkolója, azért már nem, nem csak azok az oldalak jutnak el sok emberhez, hanem az, hogyha valahogy hirdetsz rajta, vagy hogyha... Ö... A pénzt adsz neki, igen. Igen, tehát hogy eteted. És a másik, ugye főleg a politikai tartalmakkal van így a Facebook, tehát a politikát a... az úgy lecsavarták. Ba, de a bal, bal oldali Bocsánat, politikát. is. abszolút. Tehát ezt, ezt tegyük hozzá, most, minden, most mindent, mert a politikai annyira nem ment, a hirdetők nem nagyon fizettek a politikai tartalmak alatti hirdetésért, vagy közöttiért, és azt mondták, akkor azt letekerték, az ne menjen én Most istentelen pénzekbe kerül a politikai hirdetés és az, hogy a jogtanácsot, tehát az, hogy van egy ember, aki a Facebook vezetőségéhez, vezetői osztályot bejár, meg kijár, és Magyar Péternek vé vélhetőleg ad ugyanúgy tanácsokat, hát ez mondjuk úgy, hogy ez olyan, mintha a Fradi leigazolná Cristiano ronaldo -t. tehát hogy ez kb. így vagy, vagy és messzit. bár nem hiszem, hogy egy csapat játszanának. Igen, meg ezek az emberek már kiöregettek, de igen, végül is igen. Ne, de érdekel engem, én szeretem ne. őket, kész. Na, úgyhogy hát ez, ez ennyi volt, mert a még van, még van pár tévánk, tehát teljesen borult az egész adás. Igen, menet. mert egyébként abszolút nem ezekre akartunk beszélni, hát az ez ez elmúlt, tehát egy ilyen három nap alatt így kifordult a világ a sarkából. Tényleg, ez is jó, hogy na, most észrevettem valamit Ádám eh, szobájának a sarkában. Orbán Viktor mosolyog rám egy bekeretezett fotóról. Ó, oh, az ablakban ott van, igen. Most, most figyelj ide. Na jó, és akkor azt mondja, hogy én nem azért vagyok Fideszes, mert a Fidesz. Én Orbánista vagyok, én Orbánista vagyok, én ezt vállalom. amikor én 18 környékén megláttam Orbán Viktor politikát, meg az egész irányt, nekem az, én amellett tettem le a voksomat, mert ott volt egy víz, és én azt láttam, hogy hogy nem Magyarország nem csicskul, kutyák. Igen, hát... De, jó, mindegy. Én sokszor eszembe is ütpi lesz egyszerre, amikor nem lesz, és nem... nem... azért, mert valami tragédia történik, hanem egyszer valaki értetett, hogy egyszer olyan lesz, hogy... Hát egyszer elfárad, és azt mondja, hogy oké, okay, de megkérdezte a telexes Fábián Tamás, hogy, hogy 60 éves már nem, terve, nem terveződ, nyugdíjban megy. De erre milyen, milyen válaszok? de kedves Tamás, pont most tervezem. köszönöm, köszönöm, <laughs> hogy izem, Köszönöm, van. hogy emlékeztet, mert eszembe sem jutott. Igen. Én sokat gondolkozok, hogy egyetlen lesz-e utána, vagy hogy milyen lesz. De azért vannak másod, a másod sorban is jó fideszes politikusok. Van, mindenféleképpen vannak. Viszont lapozzunk, ha már megbolondult a világ. A Telex, így hazudik a Telex első felvonás. figyelj a címet. Meghalt a Mannheimi késelésben megsérült rendőr, és az első sor, Meghalt az a 29 éves rendőr, és ez a Facebookra is így van kírva, meghalt az a 29 éves rendőr, akit pénteken megkéseltek egy németországi Mannheimben egy szélső jobboldali tüntetésen. Igen. Ne, hát, figyel, azt sugalja. Igen, megkéseltek. Fia, ha azt mondom neked, hogy egy sötét sikátorban vagy, lövést hallasz, a rendőrség talál a kukát mögött egy halott nőt. Az emberi agy ezt összerakja, hogy valakit lelőttek holott, lehet, hogy az már három hete ott van, és lehet, hogy egy tévéből hallottál a lövést. Tehát itt is az van, hogy egy szélső tüntetésen Németországban megkéselték. Na most... Igen, mint hogyha a szélső Ami egy, ami, egy, ami egy, Jó, Németországban minde, mond... minden, minden jobb, igen, ami Lenintől szél... jobbra van. Igen, igen. Tehát ezt, ezt tegyük igen, hozzá. Tehát minden jobb, igen. Mint hogyha, mint hogyha ott történt volna ez. Igen, tehát ez konkrétan nettó hazugság, ez ha azt hiszem hont írta ki erre, hogy 3000 ember vesztette életét, amikor a kapitalizmus fellegváraként ismert világgazdasági központ összeomlott. Igen, még. hát ez ez. A, és mit akartam még ezzel mondani? Na most a, az elkövető amúgy úgy történt, hogy oda ment, egy, volt egy politikai iszlám ellenes aktivista. Politikai iszlám, aki a sária jogrend ellen szólalt fel. Igen. És a, a afgán úriembernek ez annyira nem tetszett, és így késő oda rohant. Leteperték őt, tehát le, leteperték őt a fegyvertelen aktivisták, hogy ne tudjon késelni, majd a rendőr oda ment, és leteperte azokat a fegyverteleneket, akik lefegyverezték a fegyverest, erre a fegyveres, akit a rendőr meg akart védeni, az szúrt a nyakon, hátulról ráadásul. Tehát elképesztő az a szint, ami ott folyt, és az elkövetőt azt hiszem, annyit tudunk hogy Szulajmán A, nem tudom, Szulajmán Adolf, nem Én tudom, igen, mi, lehet, mi, lehetett a neve, de a, de most ugye korha nem volt kihallgatható állapotban, és, nem, és arról vaszott, hogy kitoloncolják, nem toloncolhatjátok ki, bro, mert háborús övezetből jött. Tehát nem mehetik vissza Afganisztánba, mert ott veszély van, meg háborús helyzet, meg tálibok, meg nem engedik vissza, nem tudod kitoloncolni. Megölt egy rendőrt, és nem toloncolod ki. Az egész, de az egész telaksz, hogy hazudik ahogy maga, az a probléma. Annyira borzasztó, hogy ez egy velünk élő, most már nem is nagyon tudunk ellene mit csinálni, tehát azok a, az a azt ez nagyon messzire elvinne, elvinne minket, hogy a migrációs problémáról elkezdenénk beszélni, de hogy ez egy velünk élő veszély, hogy e, e, számtalanul jö, áramlottak be Európába azok a kétes hátterű emberek, a, a, tehát akiknek se a vallása, se a kultúrája, semmilyen nem egyezik a miénkkel. De Nincsen... legalább a nőkkel úgy bennek, mint Magyar Péter. <laughs> Nyilván mert az ember megint egy érzelmi lény, és azt mondod, hogy mi, most akkor visszaküldenéd oda, ahol, ahol háború van, ahol megölnék, meg minden. Most nyilván most mondasz ilyet? Ja, igen, menjem el haza meghalni, érted? Szóval, hogy... Nem, hát ilyet, ilyet, nem tehetsz. Ilyet egyedül csak az ukránokkal tehetsz meg. Azért, mert ki konkrétan kérte azt, hogy az igen, ukránokat, igen. akik elmentek a, elmenekültek a kötelező háborúba rángatás elől, azokat az európai országok Na, adják ki nekik. Hol tudlak feljelenteni? Én nem menekültem, én magyar állampolgár vagyok, meg brit. Ja, opa, ezt nem kell nem, nem vagyok brit állampolgár. Nem, nem, bár megtehettem volna, de nem akartam. Nekem a magyar állampolgárságom bőven elég. Meg elvileg nem hosszabbíthatok ukrán útlevelet, hogyha nem megyek haza. Hát, kösz. Na. Facebook. Így hazudik a Facebook, így hazudik a Telex második felvonás. Igen. Rekord mennyiségű felhasználói adatot kért ki tavaly a magyar állam a Facebooktól. Portfólió, dermesztő mennyiségű felhasználói adatot kért ki a magyar állam a Facebooktól. Soha nem fordultak még annyi adatkéréssel a Facebookhoz a magyar hatóságok, mint tavaly. Így, tehát hogy ez a aki a, ugye sokan csak a címet olvassák el, és ez bőven elég, majd a cikkben szépen És erre egész műsorokat építenek, igen. Mm, igen. A cikkben leírják, meg nem tudnak válaszolni négy szem élőben, mindegy. A cikkben leírják azt, hogy hogy amúgy Magyarországon 2700 adatot, ember a felhasználó adatát kérték ki, ami a csehektől jóval több népességgel, és most a cseheknél ugye hasonló az ország lakosság létszáma, ott viszont azt hiszem csak 1600-1400, míg Ausztria, ahol sokkal kevesebb a lakos, a kevesebben vagyunk, ott jóval ennek a, majdnem ennek a dupláját kérték ki. Tehát, hogy nem kért ki Magyarország rekordmennyiségű adatot. Ez ahhoz képest, me Igen. meg, hogy ahogy azt szeretnéd megírni a cikket, tehát Igen. nyilván mihez hasonlítod. Igen, tehát Ausztriához képest tényleg a duplája, sőt, inkább a triplája, ha lakosság arányosan nézzük, de alapvetően meg itt ez, ez, is a lényeg, hogy most a kampányban annyira rákapcsoltak erre, és várjál, menjünk tovább. A cikk azt is leírja a nyolcadik bekezdésben, ha már senki nem jut el, hogy igazából az a legtöbb a Facebook csalások meg a Facebook meg a rendőrségi tehát konkrétan Igen. már eljárás folyik és azért kérték ugye a Facebookon a marketplace-es csalók azért Így az van. E, Brutális az ami a marketplace-en van de nem csak ott egyébként hanem van már egy tehát hogy a, most jó, a jó is ugyanezek vannak, a Vintiden is ugyanezek vannak, akik ugye ezeket a kamulinkeket elküldik, meg amiket kapsz és hogy nem tudom. Igen, igen a, a, csomagod, a izé, igen, csak adnak a címeret, mert igen, nem igen, tudjuk kiküldeni a csomagodat. és akkor igen. Ilyen, ilyen adatokat elkérnek. Rengeteg ilyen van. Én azt mondom, hogy a világ összes erőforrását nyugodtan fordítsák, mert ez, ez nagyon durva. Tehát azt mondja, tényleg, és a sajnálom, mert, mert, idős emberek annyiszor futnak ilyenbe bele, hogy tudod, hogy kap egy üzenetet, hogy jó napot, tíz szeretném megvenni azt a 300 forintokért tesznek fel dolgokat, tényleg ilyen, ilyen bagatel összegekért az, az ember. A, igen, igen, a, a mar marketplace szerint is kis portékáit, és akkor így ráír, hogy akkor, ja, én, én ízé csak, hogy akkor a futárt oda küldeném, adja már meg a címét, meg az elérhetőt, meg akkor azért kellenek a bankkártya adatok, ez a legnagyobb kamu az egészben, hogy azért kellene a bankkártya adatokat megadni, hogy mert hogy már feltöltöttem, oda a pénzt, hogy ráutalódjon a bankkártyára, és ugye ezzel veszik el és szerintem ez egy annyira gusztustalan szarmódszer mikor ezeket az embereket használják kivégezni, ki. nem, tényleg, tehát, hogy tényleg, tényleg hogyha fel lehetnek kutatni csak ugye az a baj, hogy ezek, ezek még csak nem is magyarok nem, nem, tenem, ez, hanem de ilyen, nem is a környező országban, de nem, nem ez, ez, ez ilyen, külföldi igen, persze, igen, igen, ilyen Google fordítóval írják meg a mondatokat, <laughs> like meg igen, meg akkor, uh, ja, igen, igen amúgy Ugye? Erről a, de, de, de beszéltünk, e, hogy... Egy chatbotot beraknak, és már azzal beszélgetsz, és annyira életszerű, igen, durva. Igen, hogy, hogy mennyi jót tud hozni, de közben meg mennyi, mennyi ilyen van. Kinyitott egy nagyon-nagyon komoly kaput. Nem, hát ugye volt egy olasz bácsika, londoni sztori, olasz mm -hmm. bácsika, aki bejött, és mondta, hogy át akarták felhívták telefonon, és akkor gyanús volt neki, visszakérdezett, meg minden nem hagyta magát, és akkor azt mondta, felhívta a rendőrséget, és mondta a rendőrnek, hogy figyelj ide, megbeszélek velük egy személyes 90 éves bácsi, 80 plusz valamennyi, és 87, és megbeszélek egy személyes találkozót, ott majd maguk várni fognak a sarkon, és amikor már ki akarja elvenni, el akarja venni a bankkártyámat, akkor majd maguk lecsapnak rá. És akkor mit mondnak ki a rendőr? Há, hagyja, úgy is lesz a személy úgy is letagadja. És elküldték a rendőrök a szarba, a szeg, de a bácsiba 90 éveshez köz. Annyi tűz volt, hát olasz temperament, tehát simán, tehát hogy szerintem még ott volt, amikor leköpték mussolini De, Mussolinit. de, 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 de ő simán ezt bevállalta volna, ő lebuktatja ezeket, és á, hagyjuk, úgy De amúgy tényleg rengeteg ilyen csaló van és Borzasztó, borzasztó. És a Nigériai ezeket... Herceg. <laughs> amúgy ez is, és ilyet is láttam, és ilyen szorít is olvastam, hogy tudsz, hogy elhiszik, hogy uh, mit tudom én, uh, amúgy ami nagyon gyakori ez az, az amerikai orvos katona, hogy azzal leveleznek, mm. tudod, és akkor uh, uh, megint az ilyen idősebb, egyedülálló nőkre mennek rá, meg <laughs> Most láttam hogy, <laughs> Egyébként, igen. <laughs> uh, de hogy most láttam egy ilyet is, hogy tudod, hogy hírességnek adják ki magukat, hogy ez. Az... Láttad azokat a kamucikkeket, amik mm én most ezt láttam, hogy a eljárás indult Magyar Péter ellen, a telexes interjú miatt írja az index, rákattintasz, mert látom, hogy külföldi link, látom, hogy idegen link, nem mondom, rákattintok, megnézem. És az egész fullban arról beszél, hogy Fábián Tamást rákeresek, akkor leleplezte magyar. Tehát ilyen nevek. tehát összeszedik a neveket, amik felkapottak. Nyilván Google kereső, Aha. megnézik, hogy a Google-ben mik a legfelkapottabb nevek meg ilyenek, nyilván ehhez értenek, és akkor összedobják egy ilyen kamu cikkbe, hogy és akkor Magyar Péter leleplezt, hogy hogyan tudsz 950 ezer forintot kicsalni a bankoktól, és ezért eljárás, hogyha te is erre a linkre kattintasz. Igen, és, igen, megad... és ezek ilyen kamu oldalak, és, azt, és egyébként úgy néz ki, mint egy index cikk. Egy tök, az egyben. egyben igen. Tehát ugye nem tudsz semmire azt rá Azt hiszed, hogy hiteles, de ez borzal, ez. Hát ez elképesztően veszélyes, hallod. Nagyon durva. Ez nagyon Jó. durva, és uh, uh, ajánlanám például a, az Európai nem tudom, Parlament, az Európai Unió működtetőinek a figyelmét erre fordítani, ahelyett, hogy eszeveszett baromságot, hogy a, hogy a nem tudom lecsavarni a, a kupakot a, a nem tudom, az üvegről. Jaj, hogy ez, jaj. ez, kurva fontos. Akkor de is érted, mondani, de azt, utálom, hogy... utálom. De érted, ez, ez nagyon fontos, de az, hogy azokat, el, hogy az ilyen hulladék-gányadék csalókat meg összeszedjék, és mondom, valami a, na, ezek mehetnek Oroszországban frontra harcolni, ez, ez szerintem, ez ez porzasztó, ez, ez annyira, nem, hogy olyan, mint, hogy egy ilyen párhuzamos világba élnénk. Egyértelmű. Hogy, és akkor ez a legnagyobb probléma, hogy az üveg, hogy, hogy a kupakot ne dobd el, mert az úgy környezet szegyező van. Szeg. Jó, hát sok minden van, amit, amit így gyűlölünk a világban, ezek marsak, de van egy utolsó-utolsó témánk. De. Én ezt mindenképpen fel akarom dolgozni, ezt a vissza egy kemény politikára, mert most engem ez érdekelt, erről jó volt kicsit lazázni, de védjük meg a gyermekeinket, minden gyermekünket, a biztonságot, mert a háború ellenes plakátok, azok felzaklatják őket, és a Magyarországi Hivatalos Karen Szervezet egyik karenje, a nem akarok beleszólni lányok egyike, anyukák, asszonyságok. Nem tudom, egy, amúgy egy kellemes középkorú 40 pluszos nőről beszélünk most, nem Meg egy neve. egyébként egy, 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 olyan oldal, ami... Ami a... anyás dolgokkal foglalkozik. Igen, egyébként nem jó, jó pofa is. Ezért, na én ez, hogy amúgy jó pofa, meg én követném. Fasznak kell folyamatosan, nem? Tehát, hogy, hogy miért van az, hogy engem nem érdekel, hogy ők mit gondolnak a politikai életről, meg ők nem, nem, nem érdekelnek, mert azok jó pofák voltak az ilyen anyukás posztok, meg ízé. még lájkolgatni is szoktam őket, de amikor jön egy ilyen, nekem nem mondja meg, hogy én mit gondoljak a világról. Igen, igen, és akkor elkezdik magyarázni, hogy magyarázni, hogy olyan üzeneteket írtak, hogy a gyerekem mostanult tanult meg olvasni, és retteg attól, hogy, hogy meglátta ezt a háborút. Akinek van egy gyereke, az valószínűleg tudja, hogy a gyerek elsősorban a színes, csirkés, tyúkos, meg úszómedencés plakátot fog érteni, nem a háborúsat, és ez a ez az egész kamu, hogy... Hát hogy... Meg, meg bocsánat, de és ezt mindenkinek, aki szülő, azért ezt elmondom, hogy, ez, hogy olyan nincsen, hogy egy burokban nevelünk fel valakit azért, mert hogy, hogy de nem beszélünk olyanról, hogy háború, miközben mellettünk lévő országban háború zajlik. figyelj, Azért dolgozunk minden nap, hogy megteremtsük nekik azt a közeget, közeget ahol békében, biztonságban érzik magukat. Hát jelenleg a szomszédban egy háború zajlik, jelenleg a szomszéd országból egy ukrán rakéta csapódott be Lengyelország területére, és már, már a Momentum, már, már NATO bevonulást remélt, mert hogy Oroszország megtámadta a Lengyelországot, már ezért, és nem reális, amikor Macron katonákat akar oda küldeni, akkor kibeszél háború, akkor amikor atomfegyverek bevetéséről értekeznek. Menjünk, és figyelj, várjál, biztonságban érzik magukat, hogy aztán bizalommal, nyitottsággal álljanak a külvilághoz. A társadalomhoz, ahol nem jók és rosszak vannak, hanem emberek, akik közösségben élnek, és a konfliktusaikat civilizáltan oldják meg. Na ezt konkrétan csak három olyan esetet tudok, ahol ez egy három lánynak a fejébe került ez a hozzáállás. Emlékszel arra, amikor kimentek a svéd lányok Marokkóba, meg elment nem. az a másik csaj stoppolni Iránba, hogy majd ő stoppal eljut a Himalájához, Törökországban már megölték, és megerőszakolták, és ebben a sorrendben. De mert a világ nem egy jó hely, a világ nem egy a, a, nem egy izé. De vannak rossz egy... emberek, akik Igen, akik, akik gonoszak és leszarják, és megkéselik a nyakon szúrják a rendőrt, aki őket védi. Így van. A, a világ egy, egy veszélyes hely, vannak idiót emberek. Pláne, tehát hogy az, hogy, az, hogy háború van, az egy most jelenleg ez a norm, mert úgy normális, hogy ez az hétköznapi életünknek a részévé vált, hogy igenis, a szomszédban is háború van, közel is háború van, tehát nem csak az, hogy akkor egy, egy kiragadott eset, nem. Folyamatos háborúzások vannak, uh, ehhez kell alkalmazkodnunk, és nem lehet azt, hogy, azt, hogy Jaj, de ez semmi baj, hát mi itt egy ilyen nagy, boldog közösség vagyunk, akik mind szeret, nincs rossz, nincs Az, jó. A, a, az, 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 egy gombafelhő, de te ugye szereted a gombát, azt nincs, és akkor van egy másik ilyen mondat, hogy a... de nem, amúgy, figyelj, gyerek, háború van a közelkelten tök egyszerű megmagyarázni, hogy miért kell béke, elmondod neki, ott van egy, ott jönnek át a hajók, ott hozzák a csokit, meg a játékot. És hogyha háború van, a hajók akkor azon a csatornán nem tudnak felhajózni. És ezért minden drága lesz, meg körbe kell. Tehát tök egyszerűen meg tudod neki magyarázni. Meg olyan drága lesz a benzin, hogy apa, meg anya nem tud téged elvinni sehova majd. És akkor mi mehetünk izé. Tök A nyuszi motorra. Nem, hát ez egy szörnyű. És nem lehet így. Nem, hát most nyilván nem azt mondom, hogy akkor álljon ki, és akkor az atombombáról kezdjen el neki egy kis előadást tartani. A metatom fizika nem. Én, de hogy de, 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 de a, a gyerekek szintjén igenis el lehet azt mondani, hogy figyelj, a világban van ez meg az, itt, itt meg most nem tudom, ez a, a háború, ez ezt meg ezt meg ezt jelenti. Szerintem mert nem kell üljének nézni őket. De a, a, milyen baromi jó, hogy ezek az anyukák ott van a Netflixen nézik meg, a, biztos vagyok benne, nagy összeget tennék rá, hogy azért ezek az anyukák már tíz éves korban odaadják a gyereknek a telefont, meg az internet. Tíz éve, nem, jó. sokkal előbb ilyen. Igen, de én nagy összeget tennék, láttunk már ilyet. Kérdez, de kérdezzük meg, hogy o, at, használ internetet a gyereket? Látod, hogy miket néz a gyereket? Ellenőrzöd? És akkor itt van még egy, hogy azt üzente neki egy nőnek a Karennek, Karen, mint az Amerikai Karen, hát tudod, ez a, um, egy nő írta, hogy az autista gyereke megtanult olvasni, és dürohamot kap, ha meglátja ezt a plakátot, meg magyarázkodni kell neki, hogy mi az. Először is a gyerek utánoz. ugye? Hogyha a gyerek dürohamot kap egy plakáttól, akkor azt valakitől látta. Azt a valakitől az látta. Autist, az autistáknál azért az... Ha, ha, ha valóban autista, és ez nem csak egy olyan stigma, amit ráakasztanak, hogy még jobban sajnáld, ha valóban az. Meg amúgy milyen jó, hogy a coca cola plakáttól, meg a, a pedofidesz, meg az ilyen plakátkampánytól nem láttam ja, nem, kapot nem kapott attól, attól, soha senki nem kap dürohamot, de attól, hogy ezt látja, hogy háború, mondom, nem, tehát, hogy nem kell jogatni ezzel, meg nem kell, tehát, hogy, hogy szerintem az embereknek a maguk szintjén, de lehet, igen, és el lehet erről beszélgetni, sőt, szerintem el is kell erről beszélgetni. És akkor várjál, emellé még jön egy másik. Ez, ja, igen, ezt még akartam. Ez olyan, mint a fuck off Rebecca, az nem tudom, megvan -e neked az a mém, egy nő kiírta a rebek, hogy a gyerekem még csak négy éves, de azt mondta, hogy anya, egyszer minden meghal. A farkasok is meghalnak. De a könyvek nem, mert a szavak sosem halnak. És akkor adta a komment, fuck off, Rebecca, he didn't say that. De, igen, ez az ilyen. Igen, tehát ez, amikor kicsit túl gondolják a, a, a gyerekeket. Bárcsak az... ezt mondta volna, Igen, és akkor figyelj, hát. és akkor még itt jön a Maryam, írja és hogy ja, hát, ja hát, térjünk vissza a szemérmetlen propaganda, az volt a másik, másik lánya, nem akarok beleszólni lányokról, bár igaz lenne, amit a nevük, aki a fókuszcsoport Ádámmal szerepel, és nagyon-nagyon antipatikusan ér. Tehát Olvasod a kommenteket, gyűlölik a rediten, jobban gyűlölik, mint engem, így a jobb oldalról a redites kommentek alapján. Tehát amikor, amit ott megkapott, hogy miért nem csoki van most, miért a fontos témákat nem csoki van egyszeren egyszerűen utálják, és csinált egy Jézus már egy paródiát csinált a békemenetről. Én ezt most bejátszom ide. 30 másodperc. Igen, ez a háború igazán jól alakult. Ha -ha. akarunk háború. Ne, nem akarunk háború. Igen, kezdjük el! Száz évig ennek is szuk majd a levé. Nem akarunk háború. Uh! Kedjük el! megnézted, most láttad, én esküszöm neked, inkább innék megmikrózott kefírt, mm -hmm. mint hogy ebből még egyszer megnézek. Tehát a legjobb dolog ebben az egész színdarabban az volt, hogy csak 30 másodperc. Tehát Baranyi Viktória szintjén Judith, van. Vagy mi? Nem, az Baranyi Nem, a Bihari Ki? Viki, Bihari... Kik nem, ezek? Bihari Viktória egy önjelölt humorista. Ja, tudom, És tudom, akkor figyeld, várjál, a Telex meg ezek... Vagy ezek kik ezek a sült bolondok? És akkor a Telex megírja, hogy, hogy várjál, hogy a Elkészült a békemenet háborús előadásának paródiáskor Telex, HVG, 24.444 lehozták, hogy úristen milyen paródia volt az szánalmas volt. És nem azért, mert tehát ki lehet gúnyolni, hogy egy színdarabot hogy gúnyolsz ki, ami alapból el van túlozva a színpadon, és az hogy és akkor én, én, hiszem azt, hogy akik ezt leírták, hogy milyen paródia történt, ezt a cikket megírták, én hiszem, hogy szégyelték magukat, miközben írják. Nekik ez kellemetlen volt ezt megírni. Uh, igen, nem, szerintem nagyon, nem vicces, nem, én az ilyeneket nem, én nem szeretem a paródiát. Igen, ez jó. Én nem szeretem a paródiát, tehát hogy tényleg az egy a, a, semmilyen oldalra, tehát én, én ezt nem tartom viccesnek. Szerintem nem, szerintem nem vicces, szerintem a Bödös se vicces. Nekem, nekem ez nem... E, 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 én, ezt nem szeretem. Irigy hónai mirigy, ez jut róla eszembe. ez egy szörnyűség. Nem szeretem, mirigyet? irigyet? nekem... nekem Töréspont. Ne, Oh, jó, 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 nem gyerekként 95 néztem is. éves lennék, biztos szeretném, de hogy... Aranyosak mm. voltak, én szerettem őket gyerekként. Kinekként én is, de hogy alapvetően ja, nem, mm. nem, tehát hogy amúgy nem, nem vicc. Tehát, hogy ez jó, a... nem, nem, tehát ők nem fogsz rajta hangosan fölnevetni. De jó, most is már, hogy felnőtt mosolyogsz. vagyok, amikor gyerek voltam, én is zabáltam, ez egy jó, jó pufa volt szerintem, meg a dalok, meg a minden, de hogy úgy alapvetően Nekem ez az ilyen paród, tehát amikor hogy eljátszom, hogy valaki vagyok, én ezt nem találom viccesnek. Lehet, hogy ugye lehet, hogy az én humor a rossz, nem, tudom, hogy nem, de hogy, de hogy alapvetően nem találom viccesnek, és szerintem ez, ebbe ez volt a nagyon rossz. Engem, nekem ez, a, ez annyira ilyen erőltetett volt, meg nem, nem volt ez. Nem, ez, ez, nem, ez volt nem volt, volt van vicces paródia, én szeretem a paródiákat, hogyha az jó, rengeteg ilyen, ilyen klipet kiparodizálva látok, amikor tényleg a, a Key of the sí. awesome az Adam Lambert paródia például kimondottan, hogy mondjuk én külföldieket nézek. Na, ja, van... a pamkutyai is szar, az is nagyon rossz. Jó, nem. de az én az az, az egy, mert a mirigyben ott egy csomószor el voltak rejtve ilyen kis ilyen belső poénok, a pam csak simán ír egy másik Érdekes, igen, jó, igen, 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 Tehát amikor a győzikét parodizálták, és akkor a, az, azt éneklik, hogy hogy játsszuk azt, hogy válunk, meg ilyenek. Tehát azért itt, itt ért, azt, hogy voltak benne... Fél fejből, tudja, itt hallok meg elviszben. Hát hallott, hát emlékszem a szövegére, az vicces volt. És Ukrajnában is adták? Hát persze, hát mindig <laughs> azt hát, honnan loptuk a tévécsatornákat. Na, úgyhogy ez, ez így megvolt, de maga van az a paródia, ami vicces, én tudok nevetni a paródiákon, de ahhoz, hogy, hogy ez vicces legyen, ahhoz először is a legfontosabb dolog, ami kell, az a humor. Ebben ez nem, itt nem volt. Még. Nem Nyomokban nem sem tartalmazta a és akkor várjál. De mind a mellett, hogy egyébként például nekem se tetszett sajnos az a színdarab. Tehát, ugye amúgy, amúgy... Ja, ezt amúgy, ezt szögezzük le, hogy az színdarab semmilyen rendezvényre nem való, nem való színházba esetleg. Sem, igen, igen, igen. Lehet, lehet, hogy azért nem működött, mert nem színházba láttuk, nem, ezt nem tudom megítélni, mert nem láttam színházba. Nekem is sok volt a tévén keresztül, nem is, nem is figyeltem rá. Mert tehát nem, mondjuk, nem, mondjuk azt, nem. hogy, hogy nem, nem figyeltem rá, de hogy de hogy ez meg nem volt egy vicces paródia. Az, tehát, hogy a, a kettő nem zárja ki egymást. De én azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon jó, de, mint Oscar oszkárdias alkotás. Ne, nem. Vagy nem tudom, mit kapnak a, a színészek, de érted, nem, nem mondom ezt, mert tényleg nem volt, nem, nekem, nekem az ízlésemnek nem tetszett. Nem, én amikor elmegyek egy színházba, akkor megnézek egy inkább egy szórakozó, egy Lilion, egy Lilion megnézek egy és két órás darabot, én szeretem az ilyeneket. De alapvetően, sőt, a múltkor egy Rómeus Júlia feldolgozásom voltam, egy ilyen újszerű, érdekes volt, én az ilyeneket szeretem. De alapvetően az, hogy egy rendezvényre vissza a színporot, nem is figyel a közönség. Én, én, nem szeretem ezt, a másik meg az, hogy. hogy Valahogy nekem ez az annyira nem jön át, amikor nem színházban látod. És de ezt, de megint csak az, hogyan parodizálsz ki valamit, ami már alapból túl van rá. A paródia arról, hogy valakinek kidomborítod a, a, különböző tulajdonságait, például akár, akár Gyurcsának, akár Orbán Viktor, meg, meg tudod tenni ezt egy kiparod, Mert vannak olyan, olyan sarkos... Na ne, én ettől is készülök. Bár... Nem tudom, hogy hiák a csávót, aki csinálja ezeket a paródiákat. Na, ezeket én betiltanám. Mennének a... ők is a gulágra. <laughs> Nem, ez, ez, ez Nem, a viccbűnözés az egy létező, de van, amit meg lehet jól csinálni, vagy amikor úgy általában a liberálisokat parodizálják, az is egy jó vicc, vagy akár a jobb oldalt, ez, ez mind meg lehet, mert vannak olyan vonások, amiket ha kidomborítasz, lengyel Tamás a kormányinfóval. <laughs> akárhányszor, tehát három perc, és így becsúszom az asztal alá, és hogyha meg tudna nyílni a föld, oda süllyednék el. Érted? És tudom, hogy hol veszi fel. Tudod, hogy hol veszi fel? A West Endben van ez a, ez a, selfie box, ahol vannak ezek, ott veszik fel ezeket. Vagy zöld háttérnél. De láttam egyszer, ott vették fel, még reklámozták is. Tehát annyira kellemetlen. Tehát annyira nem de Én vicces. ezt mondom, hogy ez, ez, de hogy de nincs humora. De én humor 99%-ban én, ma küldjetek, küldjön valaki olyat, ami jó. Szívesen megnézem. Én, én, én nagyon nyitott vagyok ezekre. De hogy én mindegyiknél azt érzem, hogy tudod, így így bósulcuk, át, hogy Jézusom, de kínos. És tök mindegy, tök mindegy, hogy kit parodizálnak ki. Azért mondom, hogy felőlem lehet. Jó, tehát, hogy a, lehet gyurcsányt is paradizálni, szinte azt sem víd. nem láttam még vicceset, de hogyha valaki tud jót mutatni, nagyon szívesen fogadom. Emília nyitott rá, mutassatok neki jót, mi meg elköszönünk, mert így is túl. Már nagyon, igen, igen. Köszönjük szépen, sziasztok! Na, hello, sziasztok! Jövő éten jövünk egy jobb világgal.